12 000 kollégiumi férőhelyjel épül Diákváros Budapesten, amit a kormány is támogat, jelentette be a hírt Szentkirályi Alexandra a Facebook oldalán. A fővárosi Fidesz frakció vezetője szerint ez megoldás lesz a fiatalok lakhatási válságára, amivel a főváros szerinte nem foglalkozik. Karácsony Gergely híradónknak azt mondta, hogy egy 5 éves megállapodása a főváros és a kormány között ez. Ezt úgy bejelenteni, hogy Szentkirályi Alexandra, idézem, hozta a kis puttonyában, elég nevetséges. Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere úgy véli, a kormány nem a lakhatási probléma, hanem az olimpia miatt kezdeni el a Diákváros építését. Itt a ferencvárosi rózsdaövezetben épült volna fel az a Diákváros, melyről a kormány és a főváros 2019-ben megállapodott. A tervek 2020-ban el is készültek, amiből azóta se valósult meg semmi, bár a kormány 2021-ben ígéretet tett. A Diákváros az eredeti tervek szerint épül meg. 2 hónappal később azonban felrúgta a megállapodást. A parlament a Diákváros helyett a kínai magánegyetem a Fudan megépüléséről határozott. 134 igen, 25 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Erre a főváros vezetése megszavazta, hogy ha a Fudan kapja meg a Diákváros területének egy részét, akkor Budapest mégsem járul hozzá a szomszédos területen az atlétikai világbajnoksághoz. Ez utóbbi végül megvalósult, mivel a főváros a világbajnokság megrendezésének feltételéül a Diákváros felépítését szabta. Szentkirályi Alexandra legújabb posztja most arról tanúskodik, hogy felépül a Diákváros Budapesten 12 000 férőhellyel, hiszen a kormány támogatja a budapesti Fidesz frakció javaslatát. Üdvözöljük azt, hogy a kormány ilyen pozitívan áll hozzá a Diákváros kérdéséhez, és hogy ebből minél hamarabb egy valóság tud lenni, ha már a főpolgármester úr elaludt ennek a problémának a kezelésén az elmúlt több mint 5 évben. Karácsony Gergely híradónknak úgy fogalmazott, a kollégium építése állami és nem önkormányzati feladat, de örül neki, hogy az 5 évvel ezelőtti megállapodás testet ölt. Teljes joggal hánytorgattuk föl folyamatosan a kormánynak, hogy mi van a Diákvárossal. Most ezt úgy bejelenteni, hogy Szentkirályi Alexandra hozta a kis puttonyába ezt a dolgot, azért ez eléggé nevetséges, de én tudok örülni annak, hogy van egy újabb megerősítés arra, hogy amiben megállapodtunk, azt a kormány meg is fogja tartani. Lázár János az RTL-nek azt mondta, lesz Diákváros, amiben tárcájának is lesz szerepe. Diákváros sokat lendítene Budapest felsőoktatási rendszerén. Én egy abszolút támogató álláspontot képviselek ebben. Ez úgy gondolom nem kínai projekt, ez egy magyar projekt kell legyen. Ferencváros polgármestere más okot is sejt a bejelentés mögött. De senkinek ne legyen a felől kétsége, hogy a kormány a Diákváros megépítését nem a budapesti lakhatási válság miatt kezdi el, hanem az olimpiai tervei miatt kezdi el, hiszen az olimpiához szükséges infrastruktúrából a sportlétesítmények szinte kivétel nélkül már megépültek. A Diákváros, mint az olimpiai falu, tehát egy nagy létszámú olimpiai résztvevők számára felépítendő komplexum az, ami még hiányzik. A legoptimistább vélemények szerint is 2036-nál előbb nem lesz olimpia Budapesten.